nem csak érezhető, hanem szabad szemmel is jól látható, amikor a szállópor koncentrációja megközelíti vagy átlépi az egészségügyi határértéket. A következő hónapokban gyakrabban tárolhat elénk ez a látvány Nyíregyházán, a magas légszennyezettség ugyanis elsősorban a téli hónapokra jellemző. Rozinka Zsolt, a Bármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője 35 Perc című műsorunkban azt mondta, nyíregyháza levegő minősége az országos átlagnak felel meg. A szállópor koncentráció pedig főként a fűtési szezonban növekedik megjelentősebben. Az elmúlt év tizedekben jelentősen változott, hiszen az ipar volt az egyik legsz, legszenyezőbb, majd 2008 ban amikor jelentős korszerűsítések fejeződtek be, illetve jogszabályok is szigorodtak, a közlekedés vette át a, a hangsúlyt, majd az elmúlt 10-15 évben a lakossági fűtés, a lakossági kibocsátás, tehát körülbelül kétharmadát adja a szennyezettségnek. Nyíregyháza levegő minőségét eddig csopán egy helyen, a Szénetéren mérték. Most azonban egy nemzetközi pályázat keretében új mérőállomás kezdte meg működését a Kótai úton. Emellett további 60 mobil mérőműszer is azt segíti, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak a város egyes részeinek légszennyezettségéről. A jogszabály is kimondjuk két mérőállomásnak az adataiból kell átlagolni. Természetesen a jogszabály azt is mondja, hogy egy adata, egy mérőállomás adata alapján is el lehet rendelni intézkedéseket, de a környező nagyvárosokhoz, Miskolchoz, Debrecenhez hasonlóan mi is igyekszünk több mérőponttal valósabb képet kapni Nyíregyház alig szennyezettségére. És ez a másik mérőállomás ezt a célt szolgálja. Mert hogy eddig csak egy volt a szénatéren. Igen, eddig egy volt, most itt a a kóta úton a legfontosabb szennyezőanyagra a PM10-re és pm 2 re félre koncentrálva, tehát metológiai adatok mellett ezt a két komponens mérjük. Hogyan használják majd a mobil mérőműszereket? Tehát a mobil mérőműszer, tehát két része szedném. Tehát az automata mérőállomás, amelynek az adatai alapján a hatóság intézkedhet, döntéseket javasolhat. A mobil mérő műszerekkel, pedig a városon belül azokat a gócspontokat próbáljuk föltárni, ahol rosszabb lehet a levegőminőség, és arra külön speciális helyi intézkedéseket kell megfogalmazni elsősorban az önkormányzatnak. Rozinka Zsolt hozzátette, a szállópor koncentrációja nagyban függ a lakossági szemlélettől is. Sokan például manapság is hulladékkal fűtenek, vagy nem megfelelő fűtőberendezést használnak. Ez pedig még inkább ártalmas az emberi egészségre, ezért is fontos az új mérőrendszer helyezése. A szállóporhoz olyan ez a részecskékhez bacillusok, vírusok tapadhatnak, kömöző karcinogén anyagok ö, tapadhatnak, és ezek bejutnak a tüdőbe. És nem hiába mondtam, hogy a PM két és felett is mérjük, hiszen már ez a részecske tartomány az, ami Bekerül a tüdőbe, de ez nem is kerül ki, tehát ez fe, felgyőlemlik, tehát ezért kell kiszűrni azt, hogy milyen szennyezés ér minket. A több mint 400 ezer euró értékkel bíró pályázat keretében háza mellett mobil mérőműszereket telepítettek még Ungváron és Németiben is. Ezáltal a tapasztalat is hatékonyabban tud megvalósulni a három város között.